Merkantil Bank MB2 harmadik fordulójában egy újonc csapathoz látogattunk, ellenfelünk a Budafogi MTE. Prukner László csapata az előző fordulóban legyőzte a Dorogot idegenben, így önbizalommal telve várták a találkozót. Lipcsei Péter nem számíthatott a sérült Oroszmákra, helyén Pál kezdett, fejlépült Fülöp Noel, illetve ezúttal Lakatos a kispadon kezdett, Gera Dávid próbálta őt helyettesíteni. A mérkőzést Cirkelbak Péter vezette, asszisztensei Széchenyi István és Ivány István voltak. Most máshogy kezdtünk, mint az első két fordulóban, hiszen azonnal helyzettel jelentkeztünk. Siye beadása Huszák feje mellett suhant el. A túloldalon Csizmadi okozott jó párszor veszélyt, itt éppen nagy beadásánál fejelt zavartalanul. A 16. percben Fülöp és Albert ügyes bedobás variáció után alakított ki helyzetet, a befejező ezúttal is Huszák volt, ám még várat az első gólja magára. A 21. percben Kovács került lövőhelyzetbe, és egy másik Kovács hárított, Dávid és Dániel párharcát itt még utóbbi nyerte. Aztán a 26. percben már a budafoki Kovács örülhetett, Nagy Tamás passzára remek ütemben érkezett, és a kapusunk keze mellett ügyesen tette el a labdát. Jó volt az indítás, Dvorzsák mellett jól vette át a labdát és kilőtte a hosszút, Kovácsnak nem sok esélye volt hárítani. Fél óra játékot követően Siye tesztelte Szabót, szabadrugásunk nem pattant ki a hálóvédőről. 10 perccel később kecsegtető szögből lőhettek szabadrugást a hazaiak, a labda mögött Nagy állt, ám Kovács eszén nem tudott túljárni, óriásit védett kapusunk. Jó volt a lövés, Kovács nem sokat láthatott belőle, de még idejében eszmélt és kiszedte a hosszú alsóból. A második félidőre megélinkült csapatunk Lakatos beállítása után, akit a félidőben küldött be Lipcsei Péter. Gyorsaságát, cselezőképességét próbálta kihasználni a csapat, veszélyt hordozott a játéka. Ám egy óra játékot követően ismét csak hazai helyzetet jegyezhettünk fel, Nagy Tamás kezdett szólóba, de a lövésre már nem sok ereje maradt. 2 perccel később Kovács Dani tartott meccsben minket, nagy szenzációs labdáját jól fejelte meg a hazaiak centere, ám kapusunk hatalmas bravúrral hárított. Csere nálunk a 63. percben, Pál helyett Tamási lépett pályára, és ez fontos momentum, hiszen pár perccel később összejött az egyenlítés, Fülöp passzát remekül vette át Tamási, és irgalmatlan erővel kilőtte a kapu bal oldalát. 250 perc elteltével megszületett a bajnokság első soroksári gólja, és ez igencsak szépre sikeredett. A 70. percben aztán Lakatos kisodródott helyzetből lőtt, Szabó hárított, majd 10 perccel később óriási helyzet maradt ki, Kovács Dávid kapott kitűnő labdát, betört fel a 16-osunkba, de bepasszált Dvorzsák küldte a lelátóra. Több kaput eltaláló veszélyes lövést már nem láthattunk a meccsen, a csapatok megérdemelten osztozkodnak a pontokon. Budafoki MTE, Soroksár SC, 1-1. Én azt gondolom, hogy az első fél idő az sokkal jobban sikerült, mint az első két bajnoki mérkőzésen. Eddig mindig az volt, hogy az első fél időben rosszul játszhatunk, a második fél időben sokkal jobban folyamult. Az első 20 percen úgy gondolom, hogy ott jól futballoztunk, viszont kaptunk egy gólt, úgyhogy nehéz volt utána felállni, de megpróbáltuk fél időben, azért egy kicsit leszúrtam a csapatot. Nyilvánvaló, és hát a második fél időben azért teljesen másképp jöttek ki. Nyilván szép volt a Tamási Zsoltnak a gólja, jó szállt be, a Lakatos Pisti is, tehát a cserék jól működtek, viszont voltak olyan játékosok az első fél időben, akikkel nem voltam elégedett. Mondtad, hogy a nyáron azért átalakult jelentősen a csapat, ez alatt a 3 forduló alatt, hogy látod, mennyire kezd összeérni a társaság? Hát kezd összeérni, csak igazából csatárom az sajnos nincs. Tehát egy jobb gólerős csatárra vágyom még, és próbálom, még azt most pont beszéltük a Dragon Attilával, hogy kéne valahonnan szereznünk egyet, mert egy ilyen befejező csatára mindenképp szükségünk van. Ez egy óriási vérveszteség volt nyilván a Soroksárnak, hogy a Lovrencsics Balázs távozott. Próbáltam az Oroszmárkkal, próbáltam a Albert Ádámmal, tehát mindig próbáljuk forgatni, de nem igazán befejező csatárok ők, tehát még ebben a kis időben még találnunk el valahonnan egy befejező csatár. Technológiai eszközök azok sokat segítenek abban, hogy feltérképezzük a másik csapatot. Ezt gondolom kölcsönösen megtettük mind a ketten, és itt értem meg a mérkőzés előtt, hogy amelyik csapat pillanatnyi diszpozíció, pillanatnyi állapota, mentális állapota, akarata nagyobb, az a csapat fog új meccsen nyerni. Az elején igazából
nem jól védekeztük le a labdakihozatalt. Aztán azt követően úgy gondolom, hogy, többé-kevésbé helyreállt a rend a pályán. Egy jó ütembe szerzett gól az kellőképpen megnyugtatott bennünket. Én nem szúrtam be a csapatot a szünetbe, Petivel ellentétben, hanem próbáltam inkább abba az irányba tolni, hogy birtokoljuk többet a labdát. Ez nem sikerült a második védőben, ezt a sorokság megakadályozta, de ettől függetlenül úgy ítélem meg, hogy egy pici szerencsével a meglévő lepottanos, lecsorgos, fejes, szöglet, pontrugásos helyzeteinkből egyet még ki kellett volna használni ahhoz, hogy a magunk javára alakítsuk ezt a meccset. Sok egy-egyes párharcot mind a két csapat ezeket igyekezett megnyerni. Úgyhogy összességében nem mondhatom azt, hogy mindenképpen megérdemeltük volna a győzelmet, mert a sorokság is sokat tett azért, hogy minden ponttal menjen el. Nem vagyok elégedett saját magunkkal, úgyhogy ennyi.